Az 1960-as években épült az az épület, amelyben a Sóstúji úti kórház pulmonológiai osztálya működik. Azóta semmilyen nagyobb korszerűsítés nem történt a tömbön, mindeddig. Jelenleg az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Viszmajor támogatásának köszönhetően közel 150 millió forintból 4 ütemben újítják fel az épület bizonyos területeit. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közel 100 millió forintot biztosít, a hiányzó 50 millió forintot az intézmény önerőből állja. Az első ütem már megvalósult, az orvosi szobák helyén új vizes blokkokat alakítottak ki, és korszerűbbre cserélték a nővérhívó rendszert. Itt egy nagyon komoly és nagyon, hogy mondjam, nagy felkészültségű kollégák által vezetett osztály, pulmonológiai osztályunk van, a megye egyetlen pulmonológiai osztályon, nagyon széles szakmai palettával működik, mind a TBC kezelés, mind a onkológiai kezelések, és hát a más egyéb tüdőgyógyászati megbetegedések gyógykezelése is folyik, és hát ezek a körülmények nagyon mostorák voltak. Évente közel 4000 beteget látnak el az osztályon, így a betegbiztonság és a paciensek komfortérzetének javulása szempontjából különösen jelentősek a felújítási munkálatok. Az első ütem lezárulását követően azonnal elkezdődött a második ütem megvalósítása. Ennek keretében az északi szárnyban is megújulnak a vizes blokkok, megerősítik a födémet és az összes helyiség tisztasági festést kap. A harmadik ütemben a déli szárnyat korszerűsítik, a negyedik ütemben pedig új PVC burkolatot kap mindkét szint. Egy másik Viszmajor támogatásnak köszönhetően új nyilászárókat építenek be, ez közel 50 millió forintból valósul meg, amiből 36 millió forint támogatást szintén az Állami Egészségügyi Ellátóközpont biztosít.